Ezt a vikendet rögtön egy kis kerekezéssel kezdjük, hiszen október 6-án Bringaváros 7.1 elnevezéssel egy nagyszabású rendezvényre készülünk. Reméljük, hogy önök is készülnek, vagy ha eddig nem tudták, akkor most már mindenképpen tudják, hogy erre a rendezvényre érdemes felkerekedni tényleg a szószoros értelmében. Juhász Miklós főszervezője ennek a rendezvénynek, Szia Morsi. Egy óriási plakát, ezt ugye most már hamarosan a városlakók is láthatják, és ezen gyakorlatilag a fő programok ott vannak. Hát azért az, hogy ez a Bringaváros 7.1 elnevezésű program most itt megrendezésre kerül. Ennek azért voltak már ilyen előkerekezései, előfutárai, ugye kerékpárutak épültek, bringás rendezvények voltak a városban, és az egyértelmű, hogy a nagyon szeretnek picajozni. Ez volt a motiváció? Hál' Istennek így van. Egyre több nyíregyházi polgártársunk pattan fel a biciklire, és kerekezi akár körbe a város, vagy akár rövidebb, hosszabb túrákat egy nyíregyházáról kiindulva. Nyilvánvalóan ez is fontos motiváció volt, hogy látjuk, hogy tényleg nagyon sok sokan kerékpároznak. Hál' egyre jobban épül ki a kerékpárúthálózat, akár Nyíregyháza belterületét, belvárosát nézzük, akár pedig a külterületeket, vagy éppen a turisztikai központokat is ezek a kerékpárútak megcélozzák és el lehet érni. Most már két keréken, és lényeg az, hogy megpróbáltuk ezzel a rendezvényel, ezzel az október 6-ai nappal gyakorlatilag úgy összefogni a bringásokat, hogy egyrészt természetesen a fő a kerékpározás, és ezen túlvenően pedig nyilvánvalóan az egészséges életmódra való nevelés, serkentés, hogy tényleg egy kicsit mozduljunk meg, ha aki akarja, ugye nagyobb részt a kerékpárot, kerékpárokat helyezzék előtérbe, aki pedig csak különböző egyéb sporttevékenységet szeretne végezni, nyilvánvalóan azoknak is lesz lehetősége, akár a Kossuth téren folytatni a sportolást, akár pedig len hét különböző városrészen. Ugye, hát gyakorlatilag ez a város rendezvénye, és hát az ember ugye óhatatlanul arra gondol, hogy mennyi minden történt itt a sport területén, ugye mozdult Nyíregyháza, évek óta mozdul, és nagyon sokan ugye szeretik a különböző rendezvényeket, de valóban gyakorlatilag a város égisze alatt ilyen jellegű kerékpáros rendezvény még nem volt. Ez a 7.1, ez pontosan mit jelent? Hát 7 városrész csatlakozott ehhez a programhoz, és gyakorlatilag el kell azt mondanom, hogy a 7 városrészben fel lesznek állít egy-egy görgős kerékpár. A feladat az ott élőknek az lesz, hogy minimum 60 kilométert tekerjenek bele ezekbe a görgős kerékpárokba. Természetesen a kérdés adódik, hogy miért pont 60 kilométert? Azért, mert ugye 60 kilométer nagyságrendileg az a kerékpár utcakasznak a hossza, amely behálózza a Nyíregyházát, és ez úgymond a belépés ezen a bizonyos városrészek versenyén, de itt a 60 kilométernél nem szabad megállni, minél többet kell beletekerni. Reggel 9 órától után kettőig az adott város részen görgős kerékpárokba, és majd a legtöbbet beletekerő városrész képviselői egy vándorserleget kapnak ajándékba, nagyságrendileg olyan 17 óra magasságában a Kossuth téren a nagy színpadon. Hogy kell ezt elképzelni? Bárki, aki arra jár mondjuk Koroson, vagy nem tudom, a kertvárosba, az nyerekbe pattanhat, és ha mondjuk 5 percet bír, akkor 5 percet teker, ha egy órát, akkor egy órán keresztül ott lehet a biciklén, vagy vannak-e valamiféle szabályok? Megkötések. Hát minél gyorsabban kell váltani egymást, természetesen konkrét szabály nincsen, de az egy órás tekerés az már egy komoly sporteljesítmény. Tehát minél gyakrabban célszerű váltani a görgős kerékpáron résztvevőket, mert gyakorlatilag ahogy a sportolókkal, a kerékpáros sportolókkal beszélgettünk erről a történetről, az egy óra, másfél óra azért már megterhelő egy ilyen görgős kerékpáron folytatott tekerés, sokkal jobban megterhelő az, az emberi szervezetet, hát, így van, így van, uh -huh. így van, mint a normális kerék és bízunk abban, hogy minden egyes városrészben, akár Borbányán, Kertvárosban, Sóston, Jósavárosban, Örökösföldön, hogy csak néhányat emelje ki a hét közül, gyakorlatilag ott lesz ez a görgős kerékpár, és nyilvánvalóan mindenki rápattanhat. Úgy tudom, hogy az iskolák között is lesz vetélkedő, valamint amit itt, itt nagybetűvel ki van nevemelve, hogy regisztrációs bringapontok vannak. Ezek hol lesznek? Hát így van, beszéltünk ugye a városrészek versenyéről, emellett nem lesz egy egyéni verseny is, ami azt jelenti, hogy minden egyes városrészen élő regisztrálja magát az adott bringaponton, ott konkrétan a görgős kerékpár mellett, és kap egy úgynevezett menetlevelet, egy pecsétgyűjtő füzetet, amelybe gyűjteni kell a bélyegzőket. Feladat az, hogy effektíven itt a 7 plusz 1 bringa gyűjtő, vagy éppen pecsétgyűjtő pontot, a bringa pontot le kell látogatnia, és emellett még lesz öt másik úgynevezett bónusz támogatói pont is, amit fel kell keresni. Tehát, hogyha jól számolok, akkor összesen 13 darab bélyegzőt lehet összegyűjteni, így az egyéni versenyzőknek, vagy kvázi indulóknak az lesz a feladat, hogy minél több pecsétet gyűjtsön össze, amit délután kettő órától a Kossuth téren értékes ajándékokra tud beváltani, és aki a legtöbbet összegyűjtötte szám szerint 10-13 közötti B rendelkezik, az pedig indulhat a fődi sorsolásért, ami egy kerékpár lesz. Ez egy ilyen tájékozódási kerékpározás, vagy pedig azért adtok bizonyos féle segítséget, hogy hol vannak ezek a pecsétgyűjtők, vagy lehet -e előre tudni? Ebben a bizonyos egyetlen... pecsétgyűjtő füzetben, kvázi menetlevélben lesz egy térkép is, és uh -huh. a térkép alapján lehet tájékozódni. Tehát nem lesz annyira nehéz a feladat. Meg hát ugye nyíregyháziak lévén ismerjük is ezeket a városrészeket is, illetve a szponzorok, támogatóknak a pecségyűjtő pontjai azok utcaházszámmal ki lesznek írva. Gyakorlatilag ugye korra és nemre való tekintet nélkül itt mindenki regisztrálhat, tehát teljesen mindegy, hogy nyugdíjas vagy gyerek, akkor nincsenek külön kategóriák. Így van, értem. tehát mi ebben a hobbiken a kerékpározás kategóriában azt szoktuk hangsúlyozni, hogy itt nyilvánvalóan a közösség erejét kell megérezni, tehát tényleg akár magányos sport is lehet, de hogyha a családi baráti körben indulunk el kerékpározni, akkor annak még nagyobb a hangulata, és ebből adódik az, hogy ezt a 7.1-es Nyíregyháza a 7.1 című rendezvényen is gyakorlatilag minél nagyobb tömegben veszünk részt, annál nagyobb élvezeti értéket fog nekünk adni ez a sportolásos, sportolással eltöltött nap. Nagyon érdekes, azt gondolom, hogy én nem is tudom, hogy volt-e ilyen, vagy ehhez hasonló akár itt Magyarországon, de hát ezt lehet akár bővíteni. Tehát most a városrészek, később a városok, és akár a megyék is, tehát óriási távlatok, lehetőségek és kilométerek állnak itt a kerekezők előtt. Gyakorlatilag 9 és 14 óra között lehet regisztrálni, de ugye ez egy egész napos program, a végén pedig egy ilyen óriási nagy bulival zárul, úgyhogy nem is tudom, hogy Mit mondjunk a kedves nézőknek, mikor érdemes elkezdeni kiszedni a, a nyári konyhába, vagy a garázsból a kerékpárt, hány órakor? Hát reggel 9-kor érdemes oda menni az adott város részhez, és regisztrálni, és elindulni, ugye, pecsétet gyűjteni, de akinek nincs kerékpárja, annak pedig azt javasoljuk, hogy 9-kor a Kossuth téret célozza meg, Kossuth teret meg, hisz ott már indulnak a sportági bemutatók, és ott részt lehet venni különböző sporttevékenységbe, illetve a Kossuth téren lesznek egészségügyi mérések is, hogy tényleg ilyen szinten is próbáljuk meg az egészséges életmódra sarkalni a lakosságot. Na, hát köszönöm szépen, és persze a közösségi oldalon már nyomon lehet követni itt az eseményt, és hamarosan pedig ott lenni, oda tekerni élőben is, tehát október 6-án a Kossuth-térre, illetve a városrészekbe. Köszönjük szépen, kedves Morsi! Én is köszönöm!